Tisztelt igazgató úr, tisztelt szervezők, kedves meghívott vendégeink, kedves kollégák, kedves diákok! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket itt a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Jávorka Sándor Mezőgazdaság és Élelmiszeripari Technikum, Szakképzőiskola és Kollégium Máriapusztai Tangazdaságának területén. Megmondom őszintén, hogy hasonló gondolatok cikáztak bennem, mint Petőfi Sándorban, amikor a füstbe ment tervet írhatta, mert nekem is eszembe jutott számtalan szebbnél szebb gondolat a talajról, a talaj keletkezéséről, megóvásáról, pusztulásáról, de aztán hamar elhessegettem ezeket a gondolatokat magamtól, mert hogy nálam sokkal szakavatottabb szakemberek lesznek, akik majd erről sokkal részletesebben és sokkal többet tudnak mondani. Egy gondolat azért megmaradt bennem, ez a gondolat pedig a köszönetmondásnak a gondolata, mert nagy tisztelettel szeretném megköszönni a Magyar Talajtani Társaságnak elsősorban, hogy ezt a gondolatot kitalálták, megszervezték, lebonyolították, hogy a talajjal, mint egy élő organizmussal minél jobban meg tudjunk ismerkedni, tudjunk foglalkozni minél részletesebben megóvásával, védelmével. Szeretném megköszönni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Komárom-Esztergom vármegyei kirendeltségének munkatársait, akik a szervező munkában szintén nagyon hozzájárultak ehhez a rendezvényhez. És végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni a megyei kormányhivatal járási kirendeltségének munkatársainak munkáját is, akik az előkészületekben nagyon sokat segítettek. Miért is fontos számunkra a talaj, amellett, hogy egy élő organizmus, iskola vagyunk, és ráadásul mezőgazdasági iskola vagyunk. Nekünk egy nagyon-nagyon fontos feladatunk az, hogy megismertessük a talajjal a tanulóinkat, és elültessük bennük azt az érzést, azt a gondolatot, hogy amikor majd dolgozni fognak, tevékenykedni fognak, akkor a talajt úgy tekintsék, hogy azt nekik meg kell őrizni, meg kell védeni, hogy termékenysége megmaradjon még nagyon sokáig, hogy az unokáink, dédunokáink is ugyanígy élvezhessék még ezt a dolgot. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, megjelentek itt, és mindenkinek nagyon jó tapasztalat szerzést kívánok a mai napra. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kelemen Tamás vagyok, a Jávorka iskola tangazdaságának a vezetője. Ahogy azt igazgató úr említette, a tangazdaságnak az egyik tábláján vagyunk jelenleg, és a kamara megkeresése nagyon jó alkalom volt arra, hogy a tanulóinknak is be tudjuk mutatni ezt a talajszelvényt. Tangazdaságunk sok tíz éves múlttal rendelkezik. A hátam mögött látható telephez tartozik még 95 hektár szántóföld. Ebből a 95 hektárból 85 hektáron zajlik a négy fő termesztett kultúra termesztése, és ez a búza, kukorica, árpa, napraforgó. Ezen felül az állataink takarmányozását szolgáló lucerna termesztése zajlik még. Az elmúlt években belekezdtünk egy újabb irányba, és a kertészeti technológiák bevezetését kezdtük a tangazdaságban. Burgonya, vöröshagyma, répa, gyökér, csemegekukorica termelése zajlik most már a főnövényeken felül, és elkezdtük a gyümölcsös és szőlő telepítését is. A tangazdaság életében a tanulók nagyon sok feladatot látnak el, és a tangazdasági földek művelésében is kiveszik részüket. Jogosítvány szerzés után ugyanúgy ők is a tangazdaság szerves részei, és ezeken a földeken dolgoznak kint. Viszont többször előkerült ez a dolog, hogy mi van lejjebb azon kívül, amit látunk, és most ez egy tökéletes alkalom, hogy akkor ezt megnézhessük. Köszönöm. Szeretettel köszöntök mindenkit, örülök, hogy ilyen sokan vagyunk. Mielőtt talajszelvényt ásunk, általában mindig érdemes megnézni azt, hogy hova fogunk kimenni a helyszínre ásni. Mit találhatunk majd ott a helyszínen. Ebbe különböző, hát most már az internet világában internetes oldal is segítségünkre van. Például a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnak van egy adattára, amiben a felszíni talajborítást, a talajképző kőzeteket térképen egy 100 000-es méretarányban meg lehet tekinteni.
Például erre a helyre, ha rákeresünk, akkor az jön ki, hogy itt a talajképző kőzet, az egy ilyen fulvio-eolikus homok, tehát egy ilyen folyó és szél által áttelepített homok. A másik, amit érdemes felütni, ez a Magyarország kistájainak katasztere című kiadvány. Itt a Magyarország területét nagy tájakra, középtájakra, kistájakra osztják, és részletesen leírják benne a szerzők a geológiai adottságokat, földtant, vízrajzot, éghajlati tényezőket, a talajokat, a növénytakarót. Tehát ebből is rengeteg információ kiszedhető arról, hogy mivel fogunk találkozni majd a helyszínen. És ezután megyünk ki a helyszínre, és kiválasztjuk azt a területet, ahol majd a szelvényt megnyitjuk. Ez a terület, ez a Kisalföld nagytáj, Komárom-Esztergomi síkság középtáj, Győr-Tatai teraszvidék. Ez a terület régebben nem úgy nézett ki, mint most. Ez nyilvánvaló. A talaj az egy viszonylag fiatal képződmény. Azt mondják, hogy 1 cm nagyjából 100 év alatt képződik, vagy 200 év alatt, ugye attól függ, hogy milyennek az éghajlati adottságok, meg a növénytakaró. Tehát ez a talaj mondjuk egy ilyen közel 1 méteres termőréteggel, mondjuk akkor 10 000 évbe tehető, hogy az alatt alakul ki. Ebből rögtön le lehet vonni a következtetés, hogyha mondjuk az erózió elkezdi lepusztítani, akkor hány évet veszítünk azzal, ha csak akár 1 cm talaj eltűnik a területről. Viszont a terület kialakulása az nem a talaj kialakulásának a léptékével mérhető, itt évmilliókról beszélünk. Ugye amikor ez a terület elkezdett kialakulni, akkor itt még nem volt ilyen süllyedék. Körülbelül ennek a medencének az alja 600 000 méter mélyen az a kő, ami ott a hegyben is látható. Tehát ez egy ilyen 250-300 millió éves mészkő, ami lesüllyedt, majd rakódtak rá 25-30 millió éve különböző agyagos, homokos rétegek. Majd pedig ebben az időben, amikor ez lesüllyedt, a hegyek meg kiemelkedtek, akkor a Duna elkezdte feltölteni az öntés anyagával. Győr felé van, ahol a 600 méter vastagon rakta le a kavicsot. Nem csak a Duna dolgozott a területen, ugye az éghajlat is periodikusan változott, nedvesebb, szárazabb időszakok váltogatták egymást, ugye ezt nem éven belül, meg évek között kell érteni, hanem itt évtizedek, meg 100 000 évek teltek el, amikor egy-egy ilyen nedvesebb periódus beköszöntött, és akkor a folyó vízszintje is változott, több-kevesebb hordalékot szállított, és amikor kitöltötte ezt a medencét, akkor jött mondjuk egy nedvesebb periódus, megnőtt a vízhozama, bevágódott a saját hordalékába, vitte tovább a hordalékot, és ahogy így szépen vágódott be a saját hordalékába, aztán megint lerakta, megint bevágódott, ilyen kis teraszvidéket alakított ki lépcsőzetesen. Mi egyébként most ennek a teraszvidéknek a legdélibb részén vagyunk. Ott az autópálya után már egy másik kis táj kezdődik, az a Igmánt Kisbéri medence lesz, megint arrébb pedig majd a Bársonyos kistáj. Tehát most mi egy viszonylag magas térszínen állunk. Itt kavicsot a szelvényben nem is nagyon találunk, mert aztán amikor ugye, ahogy mondtam, nem csak a Duna alakította a területet, hanem a szél is. A szél a hordalékból kifújta a homokot, és különböző helyeken, ahol le tudta rakni, ott lerakta. Valamint egy ilyen 10-15 000 éves időtávban lösszhullás is történt a területen, tehát találunk lösz talajképző kőzeten kialakult talajokat is, elég nagy területen. A lösz is több méter vastagságban rakódhatott le. Úgyhogy egy elég mozaikos talajképző kőzettel állunk szemben, azért is, mert nem csak a Duna folyt itt keresztül, hanem például itt len látható a Naszály-Grébicsi vízfolyás,
de mondhatnám az általáret, szoncót, ezek keresztül vágták ezeket a teraszokat, és maguk is hoztak hordalékot, meg áthalmozták a már lerakott hordalékot. Aztán erre épült rá az emberi tevékenység a legutóbbi időben, ami szintén átalakítja a tájat. Így ha elnézünk oda a távoli dombra, ami egyébként szintén egy ilyen kis kiemelkedő teraszsziget, alját valószínű az kavics, hogyha nagyon lejjebb ásunk. Tehát látszanak ilyen foltok a talajon, hol sötétebb, hol világosabb. Ez bizony a szántóvá alakítást követően az erózió az, ami lepusztította, és ott ezeken a világos foltokon már ez a talajképző kőzet, amit itt lent egy méter mélyen találunk, az került a felszínre. Tehát így maga a természet is alakította, hogy ilyen rendkívül változatos, akár 50 méterrel arrébb megyünk, lehet, hogy egy egészen más talajt találhatunk, bár a felszínen úgy néz ki, mintha, de mégse. Meg az emberi tevékenység is erre ráépült. És akkor tényleg, ha egy kicsit így most körülnézünk, ott például azt látjuk, hogy nem tudták elvégezni az időszerű mezőgazdasági munkákat, ugye? A kukoricatarló az még ott van, ott is a víz az előjön, tehát víznyomásos a terület. Azt mondjuk, hogy belvíz, de igazából, ha megnézzük a talajszelvényt, ebben nincs víz. Lefúrtunk, 2,5 méter mélyen van a talajvíz. Tehát nem a talajvíz jelenik meg a tábla tetején, hanem az a helyzet, hogy a talaj tömörödik. És hiába lazítjuk meg mondjuk 35-40 centi mélyen, az valószínűleg kevés lesz. Ezt elhoztam, ezzel lehet játszani, mi megtettük. 40 cm mélyen van egy tömör záró réteg a talajban, amit ha kicsit nagyobb eső esik, az nem tud leszivárogni a talajba. Összegyűlik a kis mikromélyedésekben, és ott ilyen kárképet idéz elő, mert aztán ugye az ilyen területeken a műtrágya se úgy fog hasznosulni, meg nem lehet időben elvégezni a munkákat. Jó, egyébként, hogyha lejjebb megyünk, az ott egy korábbi tómeder, ott például 50 cm-en van a talajvíz. Átlagosan itt a teraszvidéken egyébként 4-8 méter mélyen van a talajvíz. Nyilván a patakvölgyekben ott közelebb, 2-4 méter is lehet, vagy éppen itt a tómederben 50 centi, míg a domb tetőkön akár 10 méter is lehet ez a mélység. És ugye attól függően, hogy milyen a talajnak a rétegződése lejjebb, ugye a talajvíz az vagy a kavicsban van, de az is elképzelhető, hogy a talajvíz szintje fölött kavics rétegeket találunk a talajban. Ezek óriási mértékben befolyásolják a talajnak a vízgazdálkodását. Gondoljunk csak a 2 évvel ezelőtti aszályos időszakra. Ezen a talajon óriási mennyiségű víz jutott a felső talajrétegbe, itt nem volt akkor a termésdepresszió, míg ahol mondjuk ilyen kavicsréteg található a talajban, a talajvíz szintje fölött, ott kapillárisan nem tud megemelkedni a talajvízszint, és sülevényessé válik a talaj. Ott indokolt az öntözés. Viszont, hogyha ilyen területen lesüllyesztjük a talajvizet, akkor a növények gyökerei azok már nem fogják elérni, vagy belesüllyed a talajvíz a kavicsba, és azért nem fogja tudni a felszíni vízutánpótlást megoldani. Ezeket csak azért mondtam el, hogy milyen rendkívül összetett, amikor egy szelvényt megnézünk, meg csak így a kicsit mélyebbre ásunk, hogy mennyi minden jön elő, hogy mi mindenre kell odafigyelni mondjuk a gazdálkodás során. És alapvetően, amikor gazdálkodik az ember, akkor ritkán ás magának egy szelvényt, meg gondolkozik el ezeken a dolgokon. Sokan sajnos még ezt az 5 hektáronkénti talajmintavételt is megpórolják, pedig ha belegondolunk, hogy mondjuk egy ilyen talajvizsgálat mennyibe kerül, és ezt elosztjuk nem csak hektárra, hanem még arra is, hogy ez 5 évente, tehát mondjuk 8-10 forint egy talajminta, akkor legyen 2000 forint egy hektáron, de ezt még el kell osztani 5-tel, és akkor kijön, hogy 200 forint per hektár egy évre a talajvizsgálat költsége. Tehát érdemes ebbe befektetni, mert hatalmas mennyiségű hasznos információhoz juthatunk belőle, hogyha jól használjuk fel. Üdvözlöm Önöket én is, én Lacikó Tamás vagyok, a Baktérium Szövetség egyik tagjának vagyok az alkalmazottja, viszont most a szövetséget képviselem, és hát talán nem is kezdhetném jobb mondattal, mint hogy a mikrobi világ és az életünk szorosan összefügg. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy például 1 milliliter tóvízben egyébként 1 milliárd mikroorganizmus található,
egy gram talajba pedig több százmillió. Mi mégis mit teszünk, emberek? Hát gyarlóak vagyunk, elég sok butaságot el tudunk követni, és ezt meg is ismételjük évről évre. Nagyon-nagyon sok olyan helyzetet ad az ember, amitől pusztulnak a talajaink. Az a termőréteg, ami igazából fontos lenne számunkra, azt nem óvjuk, nem foglalkozunk vele annyit, nem babusgatjuk, pedig kellene, mert hogy az előbb elmondtam, hogy igazából ez a felső réteg, ez tele van mikróbákkal. Pontosan az lenne a lényeg, hogy őket úgy kezeljük, mint élő lényeket, mivel azok is. Akkor, amikor egyébként is a talajaink ki vannak téve a klímaváltozásnak, a talajeróziónak, rengeteg olyan helyzetnek, amit mi magunk, gazdálkodók nem tudunk feltétlenül befolyásolni, akkor megnövekszik a szerepe, és ezeknél a mikrobák nélkül a növény nem tudja felvenni a tápanyagokat. Ezek a baktérium közösségek felelnek azért, hogy tápanyagot biztosítsanak, biodetergenseket, bioaktív anyagokat, vitaminokat, hormonokat állítsanak elő, aminósavakat, tehát ezek nélkül nem létezne a talaj élet sem. Az, amikor látunk esetleg kukoricaszárat a talajokon egy talajművelés után, az pontosan azt bizonyítja, hogy esetleg az a talaj élet az gyér, az nem megfelelő, mert ha a kukoricaszár az nincs ott, akkor azt mondja, hogy lebomlik. Önmagában egy trágya visszapótlás, vagy bármilyen szerves anyag visszapótlás, az csak a baktériumok által fog megváltozni. Ők mobilizálják a tápanyagokat, és azok a diákok, akik itt vannak, hallottam, hogy vannak itt gépészek, vannak technikumban járók, nekik nagyon-nagyon fontos szerepük lesz annak, aki majd el fogja dönteni azt, hogy mennyi műtrágya jusson ki egy hektárra, a megfelelő időben, a megfelelő módon, nem túlszámolva, az a növényvédőszer mennyiség, amire majd aláírást fognak adni, hogy milyen mértékű legyen, ezek mind befolyásolni fogják a talaj életet. Hogy én csak azt kívánom mindenkinek, hogy óvjuk és védjük talajainkat, és figyeljünk oda, de legfőképpen egymásra, és ha valaki rosszat csinál, akkor üssünk a kezére. Köszönöm szépen! Én szeretettel köszöntök mindenkit! Bakacsi Zsófiának hívnak, és a Talajtani Társaság rendezvényére érkeztünk a kollégáimmal, és a Talajtani Intézet, ez egy szerencsés egybeesés a dolognak, hogy mindenki talajjal foglalkozik. Talajtani Intézetből jöttünk, a kollégáim Balog Kitti, ő fogja megmutatni a talajnedvességmérést, van egy ilyen kis eszköze, majd mesél róla. Kérünk hozzá majd egy önkéntest, aki segít neki. Barna Gyöngyi kolléganőm, ő vezeti majd a jegyzőkönyvet, illetve bevezeti az érdeklődőket a talajszín meghatározásnak a rejtelmeibe, meg egy talajszerkezet meghatározás rejtelmeibe. Akkor a bujkáló kollégáim is ott vannak, Molnár Sándor kollégám, ott kockásinkben, aki nem integet, ő is, mi a talajfizikai osztályról jöttünk főleg, meg fogja mutatni egy ilyen kis helyszíni teszttel, hogy hogyan tudjuk a talaj szerkezetességét, vagy a szerkezet stabilitását becsülni, illetve Dencső Márton kollégám, ő szintén egy önkéntes kerestetik, bármilyen korosztály lehet, tehát semmilyen attrakciót nem kell csinálni. Ő egy széndioxid mérőt hozott, és a talajnak a széndioxid kibocsátását lehet vele mérni. Lesz egy kis játék ezzel kapcsolatban. Arra kérem, hogy aki szeretne ebben a játékban részt venni, írja fel magának a telefonba, vagy jegyezze fel valami módon, egy becsületkasszára megy, hogy szerinte hány ppm a széndioxid koncentráció most itt ezen a területen, jó? Ezzel a kis eszközzel majd a Marci eldönti, hogy kinek van igaza, és utána pedig majd egy mérést is be fog mutatni, jó? Tehát azt kérem, hogy mindenki próbáljon egy ilyen számot így feljegyezni, vagy valami, hogy utána el tudjuk dönteni, hogy ki nyerte az értékes nyereményt, nem tudom. Jó, fogjunk neki, mert kiszárad a szelvény. Először is szeretném megköszönni bárkinek is, és mindenkinek, aki ezt a szelvényt kiásta. Ez egy szép, hatalmas szelvény. Általában egy területen, hogyha nem ilyen bemutatóra készül, sokkal kisebbet szoktunk ásni, és most ezen az úton is mindenkit biztatok arra, hogy bárhol jár és érdekesnek találja a környezetet, nyugodtan ásson egy szelvényt. Ez nem a talajtanos szakmának vagy a talajtani kutatásnak a privilégiuma, bárki áshat egy szelvényt. És amiket el fogunk róla mondani, nagyrészt megtanulható
a gyakorlatból átvehető, mindenkit biztatok rá, hogy ismerje meg azt a területet, ami érdekli sokkal jobban. Itt szeretnék rákötni akkor Zsófiának a mondandójában arra, hogy a Talajtani Intézet elindított egy Citizen Science programot, egy közösségi tudományprogramot, aminek a plakátját ott láthatjátok magatok mellett, a Ne csak a felszínt lásd című program, ami pont erre szolgál, amit Zsófi elmondott, hogy egy mini szelvény, egy ásónyomnyi szelvény kiásásával néhány nagyon egyszerűen elvégezhető vizsgálatot, akár gyerekek számára is elvégezhető vizsgálatot csinálunk, és ebből egy néhány nagyon, számunkra nagyon fontos információ kiderülhet, amelynek kapcsán ti is jobban megismeritek azt a talajt, az adott talaj tulajdonságait, élővilágát, illetve hogyha egy applikáción keresztül nekünk ezt bekülditek, akkor mi ezekkel az adatokkal tudjuk a meglévő térképeinket pontosítani. Ezt a programunkat a Kreibig-féle talajtérképezésre építettük rá, ami egy 1930-as, 40-es évektől kezdődő hosszú léptékű térképezés volt, és a talajnak a kémhatását vizsgáljuk, a méztartalmát vizsgáljuk, a fizikai félességét vizsgáljuk, és a biológiai életet, ami a talajnak a felső szintjében megjelenik. Tehát szemmel is jól látható talajlakó élőlényeket keresünk ebben a programban, és majd szeretném veletek elvégezni ezen a helyszínen ezt a kis applikációs adatbeviteles és vizsgálati módot, és van kis szórólapunk is, szóval, hogyha van kedvetek, akkor mindenki akár a saját területén is megcsinálhatja, és beküldheti nekünk ez alapján, az egyszerű applikáció alapján. Köszönöm szépen! Még annyit a reklámról, hogy magyar nyelven is elérhető ez a Talajtani Praktikum nevezetű könyvecske, ami Novák Tibornak, a Debreceni Egyetem tanárának egy alkotása. 2013-ban jelent meg a Debreceni Egyetemnek a kiadásában. Nagyon hasznos kiadvány, és tényleg bárki számára könnyen elérhetővé teszi azokat az információkat, amiket egy szelvényből nyerhetünk. Jó? Na, lássuk a szelvényt, jó? Egy-két bátor ember szerintem lefér ide, hogy ez szép nagy szelvény. Senkit nem fogok semmilyen dologra kényszeríteni, jó, amit nem szeretne. Egyetlen egy kényszer van, a nevéteket meg szeretném kérdezni. Florian. Florian? Oké, szerbusz. Sziasztok, ti? Evelin. Ivet. Oké. Akkor arra kérlek, hogy valamelyikőtök, a te neved? Benjamin. Ja, Benjamin. Hú, Benjamin, Florian, Evelin, Ivet, megpróbálom, de nem fog menni. Valaki a Kittivel nedvességet fog mérni, jó? Úgy fogja csinálni, hogy itt van ez a kis háromlábú, kis, három tüskéjű kis nedvességmérő. Gyere ide egy kicsit közelebb hozzám, hogy a többiek belássanak a szelvénybe. És azzal a nedvességmérővel végig lehet menni a szelvényen. Azért ezzel kezdenénk, mert a szelvényfal azért, látjátok, hogy szárad, ugye? Tehát szárad ki. Már most látszik, hogy ahol itt a felső részen, itt világosabb, és itt pedig sötétebb, ez a része szárad a legjobban, ugye? Azt lehet látni. Vajon miért az a legszárazabb része? Ugye egy... Hát, fönt is van, de valószínűleg az volt eredetileg is szárazabb, ugye? Eleve is szárazabb volt, mert az előbb elhangzott, hogy itt ezen a területen itt van egy tömődött réteg, és ez a tömődött réteg sokkal kevesebb nedvességet tartalmaz, mint az alatta vagy felette lévő, és ezért sokkal hamarabb kiszárad. Jó, tehát itt ott a szélén ott próbáltok, nem tudom, ki lesz az önkéntes, aki veled. Miért? Szóval ez a készülék nem csak talajnedvességet mér, hanem meg tudjuk vele mérni a talajnak a hőmérsékletét is, és az elektromos vezetőképességét, amiből a sótartalmát szoktuk a talajnak kiszámolni. Úgyhogy akkor egy jelentkezőnek, Evelin. Oké. Okay. Benjamint meg megkérem, hogy hozzon egy Mansell skálát, és egy kicsit ott csak azért az oldalon, mert ott fognak még dolgozni a többiek. Oké. Igen, beszúrod, nagyon jó, teljesen a tövé, és akkor a riddel leolvassuk, tehát most éppen beolvassa az adatokat, miért? És utána bediktáljuk, Gyöngyi, diktálhatjuk neked? 0-tól 10-ig van az első, és akkor a nedvesség az, Evelin mondja. 5,7% volt. 5,7%. Aztán váltjuk. Igen. Általában 7% alatt nem mér. Tehát, hogyha itt váltod, akkor mutatja, hogy túl
száraz ahhoz, hogy elektromos vezetőképességet mérjen belőle, és a hőmérsékletét még meg tudod mondani. Hogy kell meghatározni? 18,2 Celsius. Te már használtál ilyet? Tehát, hogyha túl száraz a talaj, akkor nem tudunk elektromos vezetőképességet mérni, mert nem tudnak, nincs annyi nedvesség, hogy az ionok tudjanak benne annyira mozogni, hogy a készülék ezt érzékelni tudja, tehát ezért jó. Volt elektromos vezetőképesség adatunk az felső 10 centiből, és akkor mehetünk. Addig pár szót szólok arról, hogy a szemrevételezés során milyen tulajdonságokat határozunk meg. Az egyik, ami a leginkább szembeötlő, az a talajnak a színe. Ugye? Látjuk, ha úgy érzed, hogy nem megy, hogy van itt fönn sokkal sötétebb, lefelé világosabb, sárga, tele van ilyen sárga foltokkal, és lefelé egyre világosabb, egyre sárgább, és az egészen a szelvény alján pedig ilyen vöröses színárnyalatú foltok jelennek meg. Ezt így szóban elmondani szép, de hogyha egy szelvény leírást csinálunk, akkor a színt valamilyen egységes módon meg kell adnunk, hogy ez a többiek számára is ugyanazt jelentse. Ugyanazt jelentse angolul, franciául és magyarul, meg bármilyen nyelven. Ezért van egy úgynevezett Mansell nevezetű skála, színskála, és ennek a különböző színárnyalatokhoz tartozó úgynevezett táblái vannak, most nem akarok ebben részletesen belemenni, de a nedvesség. Hazai körülmények között a mezőségi talajok, és most akkor ezzel nem árultunk el titkot, hogy egy ilyen területen vagyunk, színei azok a barna-sárga táblának, ez az úgynevezett 10YR tábláján vannak, 10YR nevezett tábláján vannak, és úgy kell meghatározni a színt, hogy... És van még egy hőmérsékletű? Van nálad minta a kezedben? Nincs. Akkor légy szíves, vegyél neki egy mintát így a felső részből, jó? Így mélyen bele. Igen, és a kezedbe bele. Ugye, igen, és ezt a tört felületét, tehát a frissen tört felületét, az előszúrót. Azt aláhelyezzük ennek a színmintának, ami át van lukasztva, és ketten próbáljátok meghatározni, hogy melyik színhez hasonlít legjobban. Jó? Ez a ti feladatoknak lesz. Hát, nem tudom, próbáljátok valami meghatározni. Igen, 10-20 centinként megyünk, és akkor nézd csak, megnézzük, hogy hova szeretnénk 30-nál beszúrni, és van ez az előszúró, azt beszúrjuk, mert különben megsérül a műszer. Oké. Aztán Flóriának is adjátok, hogy hadd próbálja ki, jó? Jó. Oké. Így, és akkor most oda a helyére dug be, légy szíves, Renyi. Na most mondjuk a legszárabb réteg. Mennyi volt a nedvességtartalom fölül? 5,7. Ez kevés vagy sok? Kinek van erre valamilyen... Ezt újra benyomjuk, mert tudod, magától lekapcsol egy perc után, hogy ne valamilyen az becslése. Nagyon fel. És akkor így, elég kevés, igen, ez eléggé száraz. Újra. System erről, nagyon jó. Ha megnézzük, megnéztük a... Túl száraz, látod? Mintát, na, meg meg van. Elvég ide, az ujjamat tettem. Egyedül akkor azt úgy kell leolvasni, hogy ez a 10YR... Gyöngyi 14 Celsius fok, 20-30. Várjál, nem... Más adatot nem tud mérni. 1/2. Nem, ez a 3/1. Igen, 3/1. Nagyon köszönöm a segítségedet. És aztán per 1. Politikus, mondd meg a... Innen van a minta 10 centiből. Ja. Most mi megyünk tovább a 40 centinél. Légy szíves, 40 centinél ezt az előszúrót helyezd be ide a falba. 3/1. Szerintem én felmegyek. Nagyon jó. Húzd ki. Elég volt? Köszi. Hát, próbáljunk elrébb egyet, jó? Látszik, hogy annyira lerombolt a szervezet. Gyere egy kicsit ide a szélre, légyci. Úgy, és akkor most még adok neked mintát, igen. Jó? És ugyanabban a járatban próbáld meg a műszerbe helyezni. Megpróbáltad meg ennek a színét, ez is hasonló. Úgyhogy teljesen katonás. Na jó, akkor kezdjük el a szelvénynek a kicsit részletesebb vizsgálatát, jó? Tehát, ha egy talajszelvénnyel dolgozunk, akkor először két részre osztjuk a szelvényt. Van egy teljesen sima felülete, amit lesimítunk. Reading szenzor, akkor olvassa be. Elvégezni, egy lehetőleg egyenes ásóval, vagy valamilyen eszközzel, hogy felülről lefelé, mert túl először szárad, mindig a felső réteket, tehát a lefelé haladva, és az ásót soha nem tesszük vissza, utána megint az elejére, hogy ne kenjük össze, Gyöngyi tehát hogy ne keverjük össze a színeket. Itt is úgy volt, hogy itt szépen lefelé haladva ezeket így óvatosan letakarítottuk, mentünk lefelé. 12,6 Celsius. És lehet látni, most már lassan, egy kicsit gyere hátrébb, hogy a árnyékozó legyen benne. Itt lehet látni,
hogy a különböző színű rétegek egymás alatt következnek. Illetve mi az, ami még szembe tűnik, körülbelül ebben a magasságban, a kettő között, kinek tűnik fel még valami ezen a szelvényen? Milyen különbséget lát? Nagyon jó. És most erősen. Igen, lehet látni, igazad van, hogy itt sokkal jobban kiperget, ugye? Tehát sokkal, sokkal lazább most az összetétele. Sokkal több ilyen kis apró járatkát, vagy annak az átmetszetét látjuk, mint itt fölül. Ugye? Ez is azt mutatja, amiről az előbb hallottunk, Gyöngyi, hogy a felső része az a művelés most hatására lejjebb, tömörödött. Megnézzük, hogy ott tudja elmérni. Lehet tapogatni, igen. Na várj, adok először a legfősőből. És akkor itt a nedvesebbnél próbáljunk meg, jó? Mintákat adok szívesen, jó? Úgy, nagyon tessék, jó. Tessék, ez a felszínből van, vagy a felszín közeli rétegből. Szuper. Valakinek esetleg. Nem kell félni tőle. Mindenki foglalkozott már ezzel, gondolom. Most megvan. Okay. Nedvességtartalmat mondhatunk? Igen. Jó. 120 centinél. Nos. Nézzük meg a talajnak a tömörödöttségét. Tehát az első, amit így végig tudunk nézni. Ja, bocsánat. Tehát ez a vágott felszín, ez azért van, a vágott felület, mert ott az átmenetek, meg ezek a járatoknak az átvágása sokkal jobban látszik. Nincs, mert túl. De ahhoz, hogy, okay. És hogy vizsgálhassuk a szelvénynek a többi tulajdonságát, például az, hogy milyen a szerkezete, ahhoz ilyen szerkezetesre kiszedett, ilyen kipattogtatott szelvényfelszínt csinálunk, aminek az a lényege, hogy a kés segítségével aláfeszítünk, és kifeszítjük, hagyjuk, hogy eltörjön ott, ahol szeretne. Tehát ez a mindig lefelé haladunk, hogy a késnyomot elfedjük. Mindjárt adok egy pillanat. 12,2 Gyere, itt van. A tetejből már kaptál. Köszönöm szépen. Tehát mindig úgy feszegetjük le, hogy a kést alá tesszük, lefeszítjük, és utána a következő mintával a kés nyomát elrejtjük. Lehet látni, hogy ilyenkor azokra közel természetesnek tekinthető szerkezeti elemekre esik szét, amiből a talajszerkezet áll. Itt a felső rész az egészen laza, körülbelül eddig a 10 cm-ig. Ha nagyon gyengén összenyomjuk, akkor lehet látni a szerkezeti elemeket. Attól függően majd megkérjük a Sándort, hogy készítse elő ezeket a kis kísérleteket. Attól függően, hogy mennyire porlik könnyen a tenyerünkben, beszélünk arról, hogy ez a szerkezet mennyire állékony. Tehát ezzel a lefeszegetéssel, ezzel a letördeléssel azt segítjük elő, hogy valamilyen módon egy természetesebbnek tűnő, tehát a törési felületeket lássuk. Hatolunk így lefelé, lehet látni, hogy a morzsák, amik a tetején voltak, átmentek ilyen éles, lapos, szerkezeti, hát inkább álszerkezeti elemekbe, mert ezek a művelés hatására keletkezett szerkezeti képek. És ahogy megyünk lefelé, nem tudom, ja, ebből kapszakkor tessék ez a... Már lejjebb van? Igen, ez a 35-40 centiből van körülbelül. Ha kell még, itt van. Esetleg ebből egy szint, hogyha... Jó, ez a 35-40 centiből van. Gyakran előfordul. Az eketalp réteget ugye igazából azért nem szeretjük, mert tömődöttebb, mint a feltalaj. A gyökerek sokkal nehezebben hatolnak át rajta, és visszatartja a nedvességet a beszivárgástól. Hát ezt mindenki nagyjából tudja. Elég sok olyan dolgot fogok mondani, amit valószínűleg mindenki ismer, de így próbálom összefoglalni azt a folyamatot, amit itt nagyjából látunk. Tehát ez a tömődöttebb réteg, amit a művelés okozott, vagy művelés hatása jött létre, eredményezi azt, hogy a feltalajban meg tud állni a víz. Szerencsére azonban, hát ilyen szempontból szerencsére, elég nagy a homoktartalma a területnek. Tehát iszapos homok, vagy vályogos homok, illetve vályog fizikai féleségű talajok jellemzők ezen a területen. Tehát
azért a betömörödés mellett is képes egy kicsit átengedni a nedvességet. Viszont látszik, hogy itt most, amikor lepattintottam, ebben a rétegben akár még sötétebb is, mint fölötte. Nem tudom, ez látszik olyan messziről, tehát egy kicsit világosabb, itt egy kicsit sötétebb ez a friss felszín. Azért, mert az, hogy tömődött, az gátolja egy részben a humuszanyagoknak a lebontását is, úgyhogy egy kicsit sötétebb felszínként jelentkezik. A felső 30 cm-ből van mintánk, mert fúrásból volt a mintavétel, tehát nem szelvényből volt a mintavétel, hanem először fúrásból. 0-30-ból van egy mintánk. Ott van a kis cetlin, hogy mi van? Jó, nem baj. Egy olyan körülbelül 2,5% a humusztartalma a 0-30-nak. Alatta pedig a 30 és 60 között is csak 1,6%-ra csökkent le. Tehát azt jelenti, hogy a szelvénynek a humusztartalma az elég magas, és elég mélyen jó humuszos. Menjünk tovább, nézzük meg, hogy mit látunk még. Azon kívül, hogy itt, ahogy a kolléga is említette, és feltűnt neki, hogy ez itt a 30 centi alatt sokkal porózusabbnak tűnik, mi az, amit még látunk? Nem tudom, hogy a szelvénybe már korábban jött-e le valaki, vagy nézte, de ez az a felület, amit nagyon jól lehet látni, az úgynevezett mészlepedéke, tehát ezt a meszes, hártyaszerű bevonatot. Biztos te is találkoztál, igen, már vele. Ezt most továbbadom, jó? Azért jó. Ez a mészlepedék? Igen, ez a mészlepedékes rész, ez itt ilyen 60 centi alatt van, körülbelül 60 centi alatt. A mészlepedékes kiválás egy nagyon érdekes akkumulációja a karmalátnak a talajban. A talaj nedvesség tartalmával változóan hol megjelenik, hogy eltűnik a szemünk előtt. Tehát amikor ezt elkezdtük letakarítani, akkor olyan volt a nedvesség állapota, hogy még nem látszott. De néhány, hát egy fél óra alatt, akár néhány óra alatt, ahogy a fal kiszárad, láthatóvá válnak ezek a kis mészhártyák. Ezekben a talajokban, a réti talajokkal ellentétben, vagy nem paralel módon történik a méznek a felhalmozódása. Tehát ez a meszes szint, ez gyakorlatilag, egy mészhártyákkal jellemezhető felhalmozódási szint, gyakorlatilag a szezonálisan ingadozhat a szelvényben egy kicsit. A színekre visszatérve egy kicsit, ezen a vágott felszínen látunk egy ilyen kerek átmetszetet, ami szemmel láthatóan egy mélyebbi talajrétegnek az anyagát tartalmazza. Gondolom mindenki számára világos, hogy ez milyen folyamatnak az eredménye. Hogy hívjuk ezeket? Hát ezeket az hát a krotovinákat, igen, hogy hívjuk a krotovinákat? A krotovinák azok állatjáratokba hullott más színű anyaggal hívják fel magukra a figyelmet, tehát ezek dolgoznak az élőlények, lehetnek különböző típusúak, itt látjuk, hogy egy sötétebb felső talajanyag tartalmazza az alsóbb talajanyagot egy ilyen kerek átmetszetű foltban, de vannak olyan részek, nézzük meg itt lejjebb, ahol a világosabb mátrixban találjuk a felette lévő szinthez hasonló színű anyagot, körülbelül ebből a mélységből. Tehát ha jól megfigyeljük, a sötét színű humuszos felső réteg akár egy méterig lemegy, és itt az 1 méter, 1,20, illetve 80 cent és 1,20 között egy erősen átkevert talajanyagot találunk, ami azt jelenti, hogy az élettevékenység az erős ebben a talajban. Na nézzük tovább, menjünk lejjebb. Tehát azt már megnéztük, hogy itt viszonylag laza volt ugye a művelés hatására, utána elkezdett tömörödni, itt 30 centiben volt a legtömörebb, aztán ahogy elhagytuk ezt a réteget, itt 40 centi alatt már, hát igen, itt is van egy kicsit tömörebb réteg, igen, akkor még egy kicsit mélyebbre, tehát ilyen 45 centi alá is megy,
ez a tömődöttség, és utána pedig elkezd lazulni. Itt 60 centi alatt már megjelennek a mészlepedékfoltok, és a talajnak a tömődöttsége az normális, és utána körülbelül ilyen 105-110 cm között egészen laza. Kérünk bele egy színt, bár ez az alap... Ja, na várjál, adok még akkor ilyen 80 centiből, jó? Vagy ilyen 80-90 centiből mintát. Tessék, kezd barnább lenni, igen. Azt lehet látni, hogy folyamatosan világosodik ki. Folyamatosan világosodik. A keverő tevékenységnek ott a másik oldalon is nagyon jól látszanak ezek a foltjai, illetve itt is. Majd körülbelül, sajnos nem látjuk, egy kicsit kijebb jönnél, hát ha látjuk a szelvénynek az alját. Igen. Itt lehet látni, hogy ilyen rozsdaszínű foltok jelennek meg körülbelül itt ebben a magasságban. Ha bele szúrunk a szelvénybe, lehet, hogy akkor még egy kicsit magasabban is megtaláljuk, de körülbelül 130 centi alatt elkezdődnek ezek a foltok. Ezt kinek adjam? Tessék. Megvan? Ilyen vasas foltosság jelenik meg. És ott lent pedig, onnan is veszek mintát. Ez már valakinek, igen. Tehát ez már a, igen, ez már a vízhatás. Minek köszönhető ez a szürke vörös bevonat itt az alján? Igen, 10-17-6. Az előbb hallottuk a tájnak a fejlődését, vagy a tájnak a leírását, illetve hogy azon a részen, hogyha arra lefelé nézünk, korábban egy tómeder volt. Tehát azt jelenti, hogy ezen a területen várható az, hogy néhány méteren belül talajvizet találunk, vagy megtaláljuk a talajvizet. Itt a kollégák fúrása, meg az előzetes vizsgálatok alapján azt lehet mondani, hogy most tavasszal, amikor a vízállás viszonylag magas, 2,5 méteren van a felszíntől a talajvíz. Általában ezeken a típusú mészlepedékes csernozium területeken ez a vízállás ez magas. Tehát általában olyan 2-4 méter alatt, inkább 4 méter alatt van a talajvíz így nyáron, de ez a tavaszi időszakban felemelkedhet. Mitől látunk ilyen vörös és szürke foltosságot a szelvényben? Ezzel biztos már sokan találkoztatok. A szürke és a vörös foltosság az a vasásványoknak a különböző oxidációs állapotának az eredménye. A vas egy olyan ásványi alkotó, különböző vasásványok, gőtit, vasoxihidroxidok vannak a talajban, amelyek víz hatására különböző állapotba kerülnek, illetve elkezdenek oxidálódni. Az oxidált vasnak a színe az ilyen vöröses, az azt jelenti, hogy abban a közegben az a része a szelvénynek, amelyik ilyen vöröses színeződést kapott, az kap levegőt időszakosan, míg azok a részei, amelyek szürkék, azok legtöbbször valamilyen redukált állapotú vasat jelentenek, vagyis az oxigéntől elzárt, sok víz van, gyakori a víztöblet, és ez a vörös szürke változatosság jelzi a talajvíznek a közelségét általában. Van még valami, amit nem vittem körbe? Hát, nem tudom, mit szeretnél. Szürke vas. Szürke vas? Benne volt az előbb abba a kupacba, de ez egybe van, tehát a vörös meg a szürke az egybe van, de azért adok. Persze. Mondjuk az alapkőzetnek ez a kicsit sárgás
színe az kicsit fedi a szürkének a színét, de ha mindegy, odaadom nektek. Na nézzük, mi van? Mi van végig? Próbáljuk meg akkor a fizikai féleségét meghatározni a talajnak, jó? Hogy mivel van dolgunk. Először is nézzük meg, milyen rétegeink vannak. Meg volt ez a felső szántott réteg, ugye ez a körülbelül, hát, 0, 20, 30, igen, és innen már sokkal lazább, tehát körülbelül van egy 0,30-as A-szintünk, annak az alján van egy tömődött réteg, utána pedig 40 és 60 vagy 65 cm között van egy második szintünk, és alatta, 60 centi alatt megjelenik a mészlepedék. A nomenklatúrában a felhalmozódási szintnek általában egy másik jelet szoktunk adni, tehát ez egy B szintje a talajnak, és annak az alján pedig a körülbelül olyan 90 centi alatt van egy erősen átkevert mondjuk egy BC szint, ami az állati tevékenység hatására teljesen kevert talajanyagot eredményez. Lehet látni, hogy ez nem csak a felszínnek az összekoszolásából vagy rákenődéséből van, hanem itt ténylegesen egy ilyen zseb alakult ki. Nem tudom, bárki nyugodtan lejöhet, vagy nem akarok félelmetesnek tűnni. És amikor már ez a kevert talajanyag körülbelül 7-dik a 140 centig észlelhető, vagy 145 helyenként, és alatta nem véletlenül már nincsenek ezek az állatjáratok, hiszen 140-150 centi alatt már ez a szürke-vörös rétegződés vagy színváltakozás jelzi, hogy az a rész az időszakosan vízzel telítődik, tehát az már az állatok számára annyira nem vonzó. Itt azt néztem, hogy amikor csináltuk ezt a plusz kis szelvényt, akkor volt egy ilyen kis mészkonkréció, de azt most nem találom. Micsoda? Ja. De nem, visszaraktam. Elpecsgettem. Nem, visszaraktam. Nem baj. Oda, okay. Ahol volt. Tehát körülbelül 150 centiben volt egy ilyen kis összeálló, körülbelül 3 centis darab. Most én nem találom, de mindegy, majd keresünk másikat. Ami sósav hatására pezsgést produkált, vagyis azt jelenti, hogy a cementáló anyaga az mész volt. Mit tudunk elmondani a szelvényről még? A szemcse összetételi vizsgálatai alapján a felső részén lösz, utána pedig homokos lösz, és átmegy homokba, gyakorlatilag löszös homokba a talajképző kőzet. Egészen valószínűleg a homok lesz a következő. Illetve a fúrással a talajvíz szintje közelében agyagosabb lencséket tártunk fel. Tehát vannak benne ilyen kicsit agyagosabb összetételű lencsék. A vízgazdálkodása. Elég sok elhangzott az előbb a terület bemutatásakor, és ez bizonyára ti sokkal jobban tudjátok, akik ezen a területen dolgoztok vagy gazdálkodtok, hogy a nyári időszakban ez mennyire szárad ki, mennyire asszályérzékeny ez a terület, hogy ki ismeri ezt annyira. Ha minden igaz, ugye azt hallottuk, hogy ha jól emlékszem, hogy az asszálykár itt kevésbé volt jelentős, mint az többi részen, nem tudom, ez mennyire igaz, vagy egy általánosságban. Ha esik az eső, akkor jó, igen, ez az, igen. Két éve mindenhol, ott, akkor mindenhol volt baj, de tavaly, amikor viszont, akkor annyira nem volt. Aha. Tehát akkor mérsékelten asszályérzékeny, mondjuk, esetleg ezt elmondhatjuk róla. Az, hogy ha megnéztük, hogy tehát a feltalajban a szerkezetét,
az viszonylag jó szerkezet, az, hogy mennyire stabil, akkor azt majd mindjárt kiderítjük. Ki az, aki segítene a Sándornak ott egy ilyen kis bemutatón? Szerintem a közel állok nyugodtan, tehát olyan bátran. De nem kell szégyelősnek lenni, ez az egyetlen módja a megismerésnek, úgyhogy csak nyugodtan. Igen, távolodtatok, mert csak két-három fiú. Ne, semmire nem. Sándor senkit nem kényszerít semmi arra, amit nem szeretne. Adok mintát, jó? Jó, tehát adok mintát. Egy pillanat. Adok mintát. Ez a 0-10, jó? Jegyezd meg, hogy ez a 0-10. Akkor neked adunk innen a... Ez a 30-40, jó? 30-40. 0-10, és akkor várjál, még a 15-25-ből adunk, jó? És van egy a 15-25-ből, jó? Ezt valaki odaadná? Sanyina? Gyere, csak a légy szíves a Sándornak a kockás ruhában, és azt mond neki, hogy 15-25, ennyit üzenek csak, jó? 15-25, jó? Köszönöm szépen. Közben párhuzamosan csináljuk a textúra vizsgálatot? Hát megcsináljuk, ha akarjuk. Csináljuk. Mert hogyha van valakinek kedve... Bárki lejöhet a szelvénybe, bárki lejöhet a szelvénybe. Kinek lenne kedve megnyitni azt az applikációt, amivel elkezdjük az adatgyűjtést a Citizen Science programba? Mert akkor lenne itt néhány feladat, amit együtt megoldanánk. Hogy jöjjön le, vagy kérdezzen, amit szeretne. Jó? Mert lehet, hogy valami nem hangzott el, vagy... Mi az, amit nem mondtunk el? Kinek van mobiltelefonja, ami fel van töltve, és kedve ahhoz, hogy lejöjjön ide hozzám a szelvénybe? Igen, lehet gyúró próbázni. Van vízünk külön? Gyúró nekem próbál. Is fel van, csak én gyúró meg próbál. Tudom csinálni, amikor csak szeretném. Ha? Jó, és srácok, akiknek odaadtam a QR kódot a Citizen Science programhoz, le tudna egyikőtök jönni? Jó, csak QR kód is kell. Vagy akkor azt megkaphatom? Köszönöm. Köszönöm szépen, és légy szíves, akkor ezt olvasd be, az alsót, az lesz az applikáció. Nincs QR kód, leolvasod? Akkor megcsinálom én. Na gyertek, mellettem be lehet férni, nyugodtan. Micsoda? Három perc? Jó, akkor nézzétek a három percet. Oké. Okay. Gyertek közelebb, meg lehet nézni egy kicsit. Itt van, beleraktuk a három mélységből származó mintát egy szűrőbe. Egy nagyon jó. Jó, ez nem a mi applikáció. Milyen kockázat van? Nem. Semmilyen eltemetés. Jó emberek. Gyertek. Lehajolok. Gyertek, olyan mag higgyetek, akit már láttatok. Megkeresem a tempodaranyaföldet, gyertek utána. Jó. Anyától nincs kaja, úgyhogy gyertek, meg. Akkor elkezdünk egy pH-mérést, jó? Ott. Kés nem adok, hát ha vitás kérdés lesz. Keresétek meg a talajvizet. Gyertek, ez a körforgás. Jöjjenek az idősebb tanítványok. Tessék. Muszáj mozogni. Mozduljatok meg élő lényeket. Na, senki nem megy bemenni a talajba, valami rossz élmény. Csinálunk egy egyrészt talaj, kétrészt víz. Túl sok butaságot hallgattak, nem tudom. Tessék. Kétrészt víz kell. Tessék. Mit kell csinálni? Csak megnézni. Tessék. Ott, igen, odadom, tessék. Nyugodtan, lehet nézegetni. Ezt meg tudod fogni, légy szíves? Nagyon jó. Körforgás. Nagyon jó. Életet viszünk ebben, gyertek így. Ti élőlények. Most van a legtöbb élet a talajban. Így van. Jó, szuper. Gyertek, én megyek, kukuckáljál el. Hoppá, nem baj. Le lehet fúrni, ha van kedve valakinek, ott a fúró, és ott van egy luk mellette.
ott a luk melletted, és akkor ha... Meg, látszik még a luk, amin állsz? Ne, ott van a luk, és akkor nézzétek meg, hogy a víz följötte. Köszi, ott. Ezt lerakjuk. Ja, már följött? Ja, jó van. Ebből fogjuk pH-t mérni. Hát ez a... Aztán. Bemered koszolni a kezed? Igen, hogyha lemész, akkor föl lehet hozni olyan mintát, ami csuromvíz. Tehát amiben már áll a víz. Ha? Ja, várjál. Mit is kell? Ja, igen. Ki az, aki tippelt a széndioxid koncentrációra? Egy kicsi vizet fogok. Vizet fogok hozzá. Nem baj, széndiokszid. Neked ehhez a talajhoz. Marci, miért tettek egy széndiokszid koncentrációt? Oké. Okay. Belőle egy ilyen gömböt formálni. Tippeljen mindenki, jó? Ezt visszavesztem tőle. Hát mennyi, hány ppm, a széndiokszid koncentráció itt ezen a területen? Ppm, ez a skála, hány ppm? Hát azt halljuk, hogy a széndiokszid koncentráció növelése emeli a kockázatát ugye a legrosszabb klímaszenárió bekövetkeztének. Tudjuk már akkor, hogy mennyi. Na hány ppm? Gondolkodjatok. No, de... Vagy jó lesz? Mindenki tartsa, én nem fogom tudni megjegyezni, tehát ilyen becsületkassza alapon megy, jó? És miért mérjük a széndioxidot? Na majd mindjárt Marci mesél róla. Hol a Marci? Mindjárt hozza a készüléket. Hozza a készüléket. Aki szeretne egy órás próbát végezni, a Kittivel lehet a szelvényben. Jó? Tehát ha valaki szeretne egy órás próbát végezni, lehet a szelvényben. A gyúrás próbának mi a fizikai alapja? A gyúrás próbának az a fizikai alapja, hogy a finom frakció, vagyis az iszap, illetve az agyagtartalomnak a növekedésével nő ennek a nedvesen összegyúrt talajmintának a plaszticitása. És ahogy a plaszticitása nő, úgy a formázhatósága is látványosan változik, és ezért minél jobban formázható, annál több finom iszap, illetve agyagszemcsét tartalmaz, amikor már egészen ilyen mint a kerámia agyag úgy formázható, akkor az a legmagasabb agyagtartalma. Szuper. Akkor egyelőre vályoggal meg vagyunk, össze tudod ezárni gyűrűvé. A picit vékonyabbra, hogyha... Na, melyik? Na, azt lefotózzuk. Eltörik. Melyik? Hát ez a 0-10? Jó. Okay. Az az legalja, ugye? Jó, mindjárt jövök. Ez a 0... Ez az eket alpakor. Aha. Az hány centinél volt? 35-40. Igen, 35-40. 0-10, 15-20, 30-40. Igen. Na. Jó. Hát szerves anyag, szerves trágyázással lehet. Igen. Na. Adtam nektek szó róla? Megcsináltuk a talajszerkezet stabilitási próbát. Ez alapján tudom beadni a QR-kódot. Ez volt az első, ez a felső? Ja. Ebben a szűrőben volt a minta, beáztattuk egy pohár vízbe, és 3 perc után lehet látni, hogy mennyi anyag hagyta el ezt a szűrőt. Minél több hagyja el, annál kevésbé stabil a szerkezet, annál inkább ki tud mosódni a vízzel. Ez volt a teteje, és akkor ez a 0-10, ami a művelt réteg. Pillanat. Ez volt alatta, ez a 15 centi körüli minta. És akkor itt van minta, egy kis sósav. És ez volt, a kezedet, jó, ez volt az eketalpból. Mivel meg tudjuk mosni. Ez azt jelenti, hogy és lecseppentjük, és nagyjából van-e benne méz. Ugye, hogyha van benne, utána ezt a mintát a szűrőből ki kellett tenni, és minél nagyon jobban kevés. Elfolyósodik, annál kevésbé van benne, tehát ez a erősen, erős a szerkezete. Ez a feltalajé volt, szépen. Tehát hiába jó morzsás, azt látjuk, hogy 3 perc alatt ilyen PP alakul. Ez az alatta lévő szint, ennek azért egy kicsit jobb a megtartása, de ennek a szerkezete is kevésbé állékony. Ez pedig az eketalp rétegből volt, ami szintén ilyen pudingszerű formát öltött,
de azért, mert ugye sokkal tömődöttebb, ezért nehezebben vette fel a nedvességet, és most így kicsit jobban szerepelt ebben a vizsgálatban. És ebbe a, mit? Az összekevert talajszuszpenziónak a fülszójába most a... más bele. Jó, mindjárt jön a, tesztelésünk. Aha. De át tudja venni a pH-t, és akkor elszínéződik a lakmuszpapír. Kitti, végigmértétek a talajnedvességet? Nem, mert innentől kezdve nem mért semmit. Tehát aztán még itt mértünk egy néhányat. Nem volt benne semmi, tehát nem mérte le, csak hőmérsékletet mért. Aha. Jó. És a legalul mennyi volt? A Gyöngyi tudja. Jó. Annyi, hogy egy gyógyszerkezetes olaj lenne. Aha. Az már megvolt, igen. Vályog lett, a felső részt nézzük, mert ugye 5% alatt nem mér. És ott vályog volt. PH-t mérünk most. Na, hol van a széndioxid mérés? Marci, megvan a széndioxid mérő? Ó, egy pillanat. Nincs mit? Belelóg? Rendesen? Oké. Akkor emeld ki, és nézzük hozzá ehhez. Kíváncsi jó. És akkor ez ugye dupla eszméződés, szóval megvan? Itt kell nézned hozzá a skálához. 425, valaki mondott 420-at, valaki mondott 420-at, ott a győztes. Köszönjük szépen, megvan a győztes, megvan a győztes. Hát akkor a ki mondott még 400 körüli értéket? Ajajajaj. A sárga az nem olyan sárga, az inkább az a narancsos sárga. Igen, csak ez nem kék. Ja. Akkor lehet, hogy a kettőt között 7,5. Bátor volt. Egyébként van erről, miért adatunk, tehát ez semleges, igen. És pont azt hiszem 7,58. Na, gyere, meséljél. A mért pH adat. Megmérettük, igen. Úgyhogy akkor ez jó, ez 7,5. Önöket itt mértetek, mit csináltok, egy kis szakértői vélemény? Hát én nem tudok róla, hogy szakértői véleményt csinálnánk, de ezt mi begyűjtjük az adatot, igen. És akkor azt a rendelkezésre bocsátjátok a... Hogyha kérik, akkor természetesen ez az ő területe, az ő... Ajaj, na ettől még nagyobb stresszben vagyok. Kellett az iskola adata, tehát hogyha jön nekünk egy e-mail arról, hogy kérjük ezt a... akkor szerintem minden további nélkül. Szóval a talajszén-dioxid kibocsátásának van egy jó, mert jellemző napi, illetve éve. A jegyzőkönyvet azt át tudjuk mondani, persze. Vetett növényektől függ, a talajnedvességtől, talajhőmérséklettől. És akkor figyelj csak, hogyha odamész Sanyihoz, akkor ott a kék alapvetően most ugye egy száraz talaj van, illetve viszonylag hideg van, illetve nincs nagyon, tehát gyomnövények vannak, de nincs vetemény, úgyhogy most kismértékű ezen a területen a kibocsátás, széndioxid kibocsátás, de mérhető. Tehát ez azt jelenti, hogy a alap légköri 430 ppm-ről felment most 500 ppm-re, tehát egy 70. Igen, igen, egyébként ez így néz ki ez a mérés, hogy... hogy itt most ugye kitisztítja magát a műszer. Ó, nem jó? De most már jó. Szóval kitisztítja magát a műszer, beáll a alap légköri koncentrációra. Igen, most kicsit sokan vagyunk, úgyhogy azért ez befolyásolja. De talán ki fog tisztulni valamennyire. Úgy leteszem. Ez most azt méri, hogy a talajban lévő mikrobák... Ilyet én nagyon ritkán látok itt praxisunk során, már több mint 15 éve dolgozok ebben a szakmában, és ilyet, hogy 89 centimétrus sütegét nagyon ritkán lehet látni. Tehát az látszik, hogy azért biztos, hogy azért érdekes, mert és ez megmérve a talajok széndioxid kibocsátását, illetve a talajokban lévő szervezszín mennyiségét, a talaj szénkörforgására tudunk következtetni, azt meg tudjuk határozni. Becsülésekkel, modellszámításokkal, hogy egy terület szénnyerő vagy szénvesztő. Az azért jó, hogyha ezt tudjuk. Az azért jó, mert a mezőgazdaságban is ugye minél nagyobb a talaj szerves tartalma, annál könnyebben tudunk termeszteni, illetve a klímaváltozás szempontjából is nagyon fontos, hogy ugye a
talajokból származó szén-dioxid. És a no-tilt ezt mióta csinálja? Kisebb legyen, hogy tudjuk befolyásolni? Az, amikor, például ezt a szervezszén akkumulációt, illetve a szén-dioxid a különböző művelésekkel tudjuk befolyásolni, tehát nem mindegy, hogy egy bizonyos területen szántunk, sekélykultiválunk, lazítunk, vagy akár ez nagyon helyspecifikus, tehát éghajlatfüggő, talajtípus. Ezt akartam mondani, hogy itt egyet területen mi a ideális művelési mód. Akkor igen, és most ugye belépett a kutatásra ebbe a sztoriba, mert most ugye elkezdtek olyan teszteket csinálni, amivel ki tudják mutatni, és nem csak az Európai Uniót érdekel széndioxid bocsátás változása, hanem azt is ki tudják mutatni, benn maradnak, így van, vagy felhalmozódnak. Ennek legyen termés, ugye a nitrogén mellett ezért is fontos. Viszont tény, én megcsináltam az utóbbi néhány évben valami nitrogénes tesztkísérleteket, és most vannak, nem tudom, ismeritek az inhibíciós műtrágyákat. Igen. Egyébként azért nem annyira szokták használni a gazdák, mert kétszer annyiba kerül, mint a normális karbamid, de inhibítoros karbamid műtrágyák vannak, amik már így mondjuk az ammónia emissziót nagyban csökkentik, és megmarad a talajban a nitrogén, tehát olyan technológiával dolgoznak, ami ezt segíti. Hát, hogy mi az inhibítor, az nyilván egy üzleti titok, tehát azt mi nem tudhatjuk, mi csak tesztelhetjük azt a terméket, amit ők már kifejlesztettek.